drága szüleim, most hozzátok szólnék, de nincsenek szavak, amiket mondhatnék. Búcsúzni oly nehéz, elnémul ajkam, köszönetet mondanék nektek csak halkan. Egy nagyon ikonikus helyszínen állunk, itt a Városháza előtt, ahol az anyakönyvvezető irodában vagy helységben szinte több száz pár mondta már ki a boldogító igen, és egy vőfélye vagy ceremónia mesterrel fogunk beszélgetni arról, hogy mikor érdemes a pároknak felkeresni titeket. Dénes Tamer 20 évvel foglalkozol ezzel. Mikor a szervezésnek melyik szakaszában keresnek meg téged a párok? Alapvetően az a szerencsés, hogyha amikor felötlik a fejükben az az őrült gondolat, hogy összekötik az életüket. Az a szerencsés, hogyha már akkor megkeresnek, hiszen alapvetően a vőfély feladata nem csupán az, hogy népviseletben kiáll és vicceseket mond hangosan és kicsit becsicsentve a vőlegény szerszámáról és a nász éjszakai teljesítményéről humorizál, hanem a vőfély feladata, illetve a ceremóniamester feladata a lakodalom napjának, a programjának a kitalálása. Tehát nyilván mennyasszonyi ruhát választ a mennyasszony, meg tortát, és dekorációt, és zenekart, és a többi, és a többi. De sokszor keresnek meg párok, és azt kérdezik, hogy jó, megvan a ruha és a zenekar, és most mi fog történni? Tehát egyfajta forgatókönyvet kell alapvetően készíteni a nagy napra. Úgy működik a dolog, hogy leülünk az ifjú párral, elmondják az elképzeléseiket, hogy hol lesz, milyen körülmények között képzelik. Megkérdezem, hogy jártak-e már együtt lagziban, vagy külön, mit láttak, mit nem láttak, mit tetszett, mi az, amit szeretnének belepakolni. Nincs túl nagy trükk a dologban. Én országszerte járok Soprontól Nyíregyházáig, és a lakodalmaknak a nagy része bárhol az országban 70%-ban megegyezik. Teljesen mindegy, hogy ez Sopron-Kőhidán vagy Nyírbátorban van. Ugye a lagzinak van egy narratívája, van egy története, és minden egyes esemény egy-egy metafora arról, hogy tulajdonképpen hogyan válik nővé a lány. Engem javarészt városi, nagy fővárosi párok keresnek meg, akiknek lehet, hogy nincs is kulturális gyökerük már a faluban, ennek ellenére érzik, amikor elkezdik szervezni a lagzit, hogy valami hiányzik. Azt hiányzik, hogy ez egy koherens egészé legyen összerakva, mert a torta és a zenekar és az étterem önmagában nem csinál lagzit. Még ha ki is hagyjuk a népi rigmusokat vagy a népszokásokat, bizonyos motívumokat nem lehet elhagyni. Ezek például mik azok, amiket semmiféleképpen nem lehet elhagyni? A vendégek tájékoztatása. És az hogy működik egy lakodalomban? Tehát hogy lehet mondjuk 100 embert úgy összefogni, hogy mindenki tudja, hogy az adott napon mi a feladata? Ezt úgy szoktam megoldani, hogy elég hangos tudok lenni. És azért ez szükséges? Nagyra nőttem, igen, tehát valahol ez szükséges. Tehát a termeti fölény azért úgy elő szokott jönni. És nagyon egyszerűen kezelem ezt a dolgot, mindig a következő 2 órának a programját mondom el. Például elkezdődik a lakodalom, és mondom, hogy kedves vendégek, szeretettel köszöntöm Önöket X és Y esküvőjének a napján, én vagyok a vőfély, a házigazda, és a többi, és a többi. Ez és ez fog történni. Ekkor megyünk az esküvőre, ekkor lesz a fotózkodás, így fogunk visszajönni az étterembe. Az a kérésem, hogyha ajándékokat szánnak az ifjú párnak, ekkor és ekkor tudják átadni, és hogyha nyilván előzetesen megbeszélve a párral ragaszkodunk hagyományokhoz, akkor elmondom, hogy régi magyar szokás szerint a vőlegény búcsúzik a szüleitől, a mennyasszony búcsúzik a szüleitől, és a többi. Akkor lesz a lányból, a virgóból rózsa, ezt mondja a bóta sok-sok száz év óta. Kívánjuk hát nekik erőt, gazdagságot, de mindenek előtt hosszú életet és sok boldogságot. Az ki van találva, hogy a fotós videós hány méterről, milyen szögből fogja ezt a dolgot belőni, és ezt előre lejárjuk a helyszínt, hogy pontosan mikor lesz kitálalva, mikor lesz visszaszedve. Nagyon-nagyon meg van tervezve az, hogy behozzuk a tortát, mikor lesznek, milyen zene fog megszólalni, hogy vezeti be a vőlegény és a mennyasszony. Olyan is volt egyébként pont itt 60-ban, hogy mondta nekem a pár, hogy hát ők nem tudnak keringőzni. Gyertek, megtanítalak titeket. Elvonultunk egy szobába, 5 perc alatt megtanítottam, megfogtam a vőlegényt, érted? Mondom, ide figyelj Géza, ezt kell csinálnod. Így? Tehát hogy igen, egy vőfének nagyon sok mindenre kell megoldást nyújtania. A vőfé és a ceremónia mester között
elméletileg a különbség csak a külsőségekben van. Tehát még a klasszikus, hagyományos, akár palócvőfély, kunsági vőfély, bárhonnan lévő vőfély felöltözik az adott környék népviseletébe és a népszokásai szerint, de ugyanazt csinálja, amit az Armani öltönyös budai ceremóniamester, levezeti a lakodalom programját. És amit mondtam az előbb is, hogy tájegységtől függően ugye bár sok különböző szokás, vagy más szövegek, vagy más sorrendiség jön létre, a lagzi napja az effektíve 600 éve változatlan. Azért tudom, mert az 1300-as évek végén már írásban rögzítésre került, hogy a vőfénynek mi a feladata. Ez azért egy óriási történelmi távlat. Tehát egy olyan szakma, ami 600 éve folyamatosan jelen van a magyarságban, és igen, van rá igény.